Zenés táncos műsorral kedveskedtek a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola alapfokú művészet oktatási intézmény növendékei és pedagógusai a Gyémántkapu idősek otthona 10. születésnapja alkalmából. A gyerekek a néptánc mellett népi énekekkel, hegedű szóval, valamint fuvola előadással szórakoztatták az intézmény lakóit, dolgozóit. Az ünnepség keretében az otthon lakói is készültek egy kis meglepetéssel. Az épület 2006. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit a szépkorúaknak. Az elmúlt 10 év egyik legjelentősebb momentuma 2014-ben volt, amikor a folyamatos pályázatok meghozták az eredményüket, és munkahelyteremtő beruházás keretében 27 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyertek el. Az összegből egy teljesen új, közel 300 négyzetméteres épületrészt tudtak felépíteni a telephelyükön. Mára 29-re bővült a foglalkoztatottak száma, és összesen 75 lakója van az idősek otthonának. 2016-ban önerőből fejlesztették az intézményt, bővítettek, szigeteltek és nyílászárót cseréltek, de ezzel még nem ért véget a fejlődés. Most 2016-ban elkezdtük a oktatást. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívásunk ez lesz az utánpótlás dolgozói szinten, mert az látszódik, hogy az elöregedő társadalomban a lakói oldalról az igény az megvan. Igazából a legnagyobb problematikát ugye a fenntartásban a megfelelő, jól képzett és olyan szakember jelenti, aki helyben lakó, helyben akar maradni, és a fluktuációt ezáltal tudnánk csökkenteni. Tehát igazából ez az első fontos szempont, hogy elindult az oktatásunk, és ezt ki tudjuk bővíteni. A második pedig az, hogy a folyamatos bővítés, ami speciális demens szakosztályt csináljunk, igazából ez egy új épületet jelent, igazából erre gyűjtünk most pénzt. Pazonyi Zoltán az otthon igazgatójának tervei között szerepel az, hogy tovább emeljék az ellátás színvonalát és minőségét. Ezért pályázati források bevonásával további fejlesztéseket szeretnének végrehajtani. A jubileum alkalmából az intézmény dolgozói facsemetéket ültettek az otthon udvarában.